Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy kis zöld bab elrakás következik télire. Ugye a zöld bab, amit én elrakok, az hát jelen esetben kertből van, de ez úgy kellene kinéznie, hogy megpróbálom megmutatni, hogy ugye nem szálas, nem szálkás, tehát hogyha eltörjük, akkor nem szálazódik, illetve ezt a kerekded fajtákat jobban szeretem. A lapítottakkal az a baj, hogy főzés közben gyakran szétválik, és akkor a zöld bableves az olyan nem jó. Úgy kezdődik az egész, hogy a babot megtisztítjuk, végeket letördeljük, ezeket nincs szükség, és ilyen apró darabokra törjük. Hát általában ilyen kicsit rövidebbekre szoktuk, hogy a kanálon azért fennmaradjon, amikor a levest fogyasztjuk. Nagyon fontos még annyit mondanom, hogy hát minél frissebb legyen, tehát még tényleg nedvességgel teli, roppanós csövek legyenek. No, én ezt itt most az udvaron megtisztítottam, egy kis segítséggel, mert nem egyedül csináltam. Most következik a tisztítás, és megmutatom, hogy hogy szoktam ezt üvegekben elrakni. Meg lehet menni ezt a boltban is, de hát ugye, ha van a kertbe, akkor valahogy tartósítani kell. Fagyasztva is lehet, de úgy már az állag szerintem erősen romlik. Megmutatom, hogy mi ezt hogy szoktuk csinálni. Na, kezdjük a tisztítással. No kérem, én már a zakuszkás videóban is mondtam, hogy a zöld babot, zsenge babot, azt mindig forró vízzel szoktam mosni. Így tanultuk, más lesz a végeredmény, más az állaga. Úgyhogy oda tettem egy nagy edénybe vizet főni, ez sima víz, fel van forralva. Ezt most rámerem a zöld babra. Ezzel fogjuk megtisztítani, ilyen tűzforró vízzel. Két lévből fogjuk ezt elkövetni. Tehát most annyi vizet merek rá, hogy teljesen ellepje. Ezután pedig ezzel a szűrőkanállal megtisztítva gyakorlatilag kiszedem majd abból az edényből, és ebbe a másik edénybe át fogom szedni. Majd egy második forrázást is el fogok követni. Itt a második edénybe. Szokás szerint nem igyekszek 8 perces videót készíteni, hanem szó szerint lépésről lépésre mindent megmutatok, amit csinálok. Közben itt a mosogatógép is egy kicsit zajos, remélem a videó minőségét azért nem fogja zavarni. Igyekszek minden lépést tényleg részletesen megmutatni. Akinek ez nem tetszik, az nyugodtan nézhet 8 perces videókat, vagy 18 másodperces gyors videókat. Természetesen mindenki úgy csinálja, ahogy szeretné. Na, ez itt nem jó, akkor áttesszük. Na most, amikor a babot ezzel a tűzforró vízzel leforráztam, ez ugye a baktériumokat is kiöli. De említettem már az akuszkás videóban itt, legalábbis Párciumban, Erdélyben van erre egy szó is, hogyha hideg vízzel mosogatjuk, áztatgatjuk a babot, régi öregek úgy mondták, hogy megbagzódik. Ezért van az, hogy az akuszkában is a zöld babot ugyanígy forró vízzel tisztítom meg, és nem hideg víz alatt mosom. Nem állítom, hogy hideg víz alatt nem lehet mosni, de állítom, hogy 100 éves hagyomány szerint a végeredmény, az állag forrázásos tisztításnál jobb lesz, és hát a bab nem bagzódik meg. No, ha ez a forrázás megtörtént, és egy kis mozgatással
szennyeződéseket megtisztítottuk, akkor innen gyakorlatilag kimerem, egy második edénybe teszem, ahol pontosan ugyanezt a folyamatot még egyszer el fogom követni, tehát a nagy edényből újra vizet merek rá, és egy második forrázásos tisztítást is elkövetek. Na, rövidke szünet után ugye kimertem a babot az első forrázóvízből, most merem rá a második forrázóvizet, és itt is alaposan majd megmossuk a kanállal mozgatva. No, ugye alaposan kevergetve megtörtént a második mosás. Ha ez megvan, akkor a babot innen kimerem, és a fővő vízbe teszem, és itt az a lényeg, hogy ezek után gyakorlatilag addig főzöm, amíg el nem készül. Hát ez változó, babfüggő, mondjuk olyan másfél és két óra közötti időt fog igénybe venni. Általában mondjuk olyan másfél óra után már kikiveszünk egyet-egyet, és akkor kóstolgatjuk. Amikor azt az állagot érezzük, amit majd a bablevesbe is szeretnénk érezni, tehát azt a keménységet, azt a roppanósságot, akkor gyakorlatilag megfőtt, és akkor lépünk a következő fázisra, de hát azt már mutatni fogom, úgyhogy most főzés következik. Én most itt egyébként összesen, hát vissza is mértem, hogy mennyim volt, ugyan sac per köbö, olyan 7 kilónyi babon volt, hát ezt körülbelül ilyen három részletbe tudom majd megfőzni, mert hát ennyi ekkora edényeim vannak. No, hát jövök vissza, ha letelt ez a másfél-két óra, mutatom. No, lassacskán, ahogy mondtam, nincsenek csak ekkora forrázó edényeim, lassacskán a teljes mennyiséget sikerül itt leforráznom, ez is már ugye második forrázása a harmadik edénynek, hát remélem, hogy mind bele fog férni a végén ebbe az egy nagyba, hogy ott főjön, ha nem, akkor még egy fazekat oda teszek. De tény, hogy innentől fogva most már csak ez a várakozás következik. No, majd mutatom. Na kérem, végül szerencsém volt. Ez egy 12 literes fazék, és belefért az összes. Úgyhogy egy helyen főzöm ezt a bizonyos főzési időt, de nagyon fontos, hogy most fűszereznünk is kell, ugyanis ez a saját levén lesz elrakva. Tehát ezt a főző vizet lényegében ezt fogjuk ráönteni, saját levét. Ugye most a mennyiségeket is, hogy megadjam, tehát 12 literes fazék színültig van, látjuk, nagyjából 7 kg babon volt, ehhez két ilyen igen pupozott evőkanál sót hozzáteszek. Ez jódozatlan, tehát jódmentes konyhasó. Amit még itt behoztam, két hagymát megtisztítottam, alaposan megmostam. Ez is megy bele így egészbe. Két kápiát is behoztam a fóliából, picit megvágtam, ez is megy bele. És kettő kötegnyi petrezselymet is összecérnáztam, és ezt is beletesszük. Na és akkor most már tényleg csak várnunk kell, amíg jól megfő a bab. No, végül másfél óra elteltével úgy érzem, hogy most megfelelő a babnak az állaga. Most szépen kivesszük innen a hagymákat, a paprikát, a petrezselyemlevelet, és tesszük az üvegek befele. No kérem, idehoztam az edényt, és ugye elkezdtem töltögetni, de ezt is megmutatom.
Egy ilyen befőző tölcsért beleteszek az üvegbe, van egy ilyen szűrőkanál, ezzel pakolom meg a csirátlanított üvegeket. Nem rakom teljesen tele, hanem kb. Csak félig. Amikor félig van, meg is mutatom, pillanatra megállok, egy kicsit elrendezem az üvegben, aztán rakom tovább egész fel. Ilyenkor már ugye csipkedjük magunkat, mert ugye azt szeretnénk, hogy a bab ne hűljön el. Nagyon picit finoman lehet a kanállal is segíteni, de azért igyekezzünk nem összetörni a csöveket. Így. Na, így előre el szoktam készíteni 2-3 üveget. Ezt most még elvégzem, és akkor mutatom. No, elkészültem most 3 üveggel, és itt egy pillanatra megállok. Túl sok munkám van ebbe benne ahhoz, hogy a véletlenre bízom azt, hogy megmarad-e vagy sem, ezért én tartósítani szoktam. Tartósítani kétféleképpen lehet. A verzió főzés után, amikor leoltjuk a tüzet. Ugye ehhez a mennyiséghez itt volt 7 kg, ugye egy tasak nátriumbenzoátot belezuttyintjuk, elkavarjuk, és utána merünk minden üvegbe. B verzió, hogy amit mi is szoktunk csinálni, ettől most mindenki fel fog hördülni, de hát akkor is így csináljuk, hogyha mindenki felhördül. Egy darab aspirin tablettát a tetejére teszek minden üvegnek. És ezután egy merőkanállal, a saját levével felöntöm. Nem kell aggódni szerintem, az aspirintől senkinek nem lesz baja, sőt, egy bizonyos kor után akár még azt is mondhatnám, hogy segíthet az egészség megőrzésében, hiszen megakadályozza a szívroham, agyvérzés kialakulását. De ez egy 100 éves recept, mi ezt 100 éve így csináljuk, eddig nem ártott meg senkinek, mi ehhez a tartósításhoz ezt használjuk. A lével teljesen csordultig merem, teljesen csordultig azt jelenti, hogy nem az üveg nyakáig, hanem egész a szájáig, tehát kupakig. Jó. Majd a szintén csirátlanított, megmosott kupakokat. Picit megütögetve, ha levegő van, jöjjön fel. Ráteszem egy nedves, tiszta mosóruha segítségével nagyon erősen megszorítom, és az elkészült bab beugrik a hűtőtáskába. És jöhet a következő. A kupakok között, hogyha van újrahasznosított kupak, jelen esetben nekem is van, akkor én azt ajánlom, hogy miután megmostuk a kupakokat, mivel a kupaktól könnyen indul a probléma, a vízbe szoktam beáztatni, amit előzőleg, ugye ez egy sima csapvíz, viszont előzőleg tettem bele egy tasak nátriumbenzoátot, tehát egy tartósítószert feloldottam a vízbe,
és ezáltal a kupakon, ahonnan a probléma indulni szokott, nem maradt semmi zavaró. Ezt ilyen rettenetesen gyors ütembe folytatom tovább. Még talán annyit utoljára mondanék, hogy általában szoktunk hagyni egy kis levegőhézagot befőtteknél, savanyú, borkánál, stb. Itt nem hagyok. Ez azért van így, mert ez nem ecetes, tehát ha érintkezik a kupakkal, sincs semmi gond, főleg, hogyha a kupak biztosan fertőtlenített. Ezért szoktam teljesen csordultig tölteni ezeket a típusú befőtteket. Hát köszönöm a megtisztelő figyelmet, én nem vacakolok tovább, folytatom az elrakást. Nem mondom, hogy így kell csinálni, én azt mutattam meg most, hogy mi így csináljuk. Egy kellemes hetet a továbbiakban. Viszlát!